A Békemenet szervező civil összefogás fórum megütközéssel értesült arról, hogy Sólyom László több alkalommal is kétségbe vonta az alaptörvény legitimitását, olvasható az MTI-hez elküldött közleményükben. A kormány közeli szervezet szerint a köztársasági elnöknek hivatala megszűnése után is a nemzet egységét kell szolgálnia. Sólyom László megnyilvánulásai viszont elfogadhatatlanok, mivel sértik azoknak a millióknak az érzéseit, akik nemzeti szimbólumnak tekintik az alaptörvényt. Alapjába véve nem egy ország, hanem egy nemzet ellen folyik ez a támadás. A CÖF emlékeztet rá, hogy az alaptörvény elleni korábbi, elsődlegesen külső támadásokat az első békemenetnek köszönhetően sikerült visszaverni. Sólyom László egy szerdai könyvbemutatón többek között azt mondta, az alaptörvény 200 ponton húz az egyeduralom felé. Hadd szólalj meg elsőként ebben az ügyben, hogy itt említették, hogy egy könyvbemutató. Na most a saját generációmat kicsit fényezve, három fiatal egyetemista készítette ezt a könyvet, Molnár Benedek, Németh Márton és Tóth Péter, akik az ELTE AJK-nak a hallgatói, és szerintem egy baromi jó kezdeményezés, hogy ők ezt maguktól kitalálták, hogy azt hiszem, hogy 8 alkotmánybírót megkérdeztek az új alkotmányról, tehát hogy nekem ez kicsit fájt, hogy a hírekben meg mindenhol már csak az ment, hogy a civil összefogás ezt meg ezt mondta, de hát hogy így szerintem fontos, hogy mi volt az egésznek a kezdeményezése. És hogy... A civil összefogásról mindig az jut eszembe, mint annak idején, de ez inkább a bandit területe, hogy voltak ilyen a kormány által, Káder időszakról beszélek, kormány által megrendelt, vagy párt által megrendelt szervezetek, ugye, amik nekik az volt a dolguk, hogy folyamatosan csodálják a tevékenységet. Eznek fölülni abszurd, és én azt gondolom, hogy elnevezni békemenetnek, ami kifejezetten konfliktust kezel, és kifejezetten konfliktust gerjeszt. Ugye? Ez pont olyan, mint a kettős keresztek, amiket oda csesztek a izé mellé, és egy kettős keresztet a tanított falon a híd mellé. Hát Jézus most fog megszületni, és már el akarják pusztítani ezzel a rohadt keresztet. Neked is feltűnt, igen. Hát ilyen a világon nincs. Adventkor nem keresztet állítom. Nem mondom, egyszer. De ugye... Erről is maguk tehetnek. A békemenetnek a véleménye az csak azért, hogy mondjam, terceljek neked. Nagyon kedves pontosan neked. Annyit számít a mai magyar politikában, mint a béke tanácsét számított a Kádár rendszerben. Vagy a nőszövetség volt. Vagy a jó, volt. Na, még egy mondatot csak a Sólyom elnök úrhoz. Én nagyon nagyra értékelem őt a szakmai vonatkozásaiban, de nem tudom sajnos elfelejteni. Hogy választották meg? Nem fogott kezdett Fekete Jánossal. És utólag azt mondta, sajnálom, nem tudtam, hogy ő mentette meg az országot a gazdasági összeomlás, pénzügyi összeomlástól. Ezt akartam én is mondani. Sőt, fordulával se fogott kezdett. Én ezt akartam éppen mondani, csak nem volt módom és engedélyt nem kaptam arra. Csak én gyorsabban és rövidebben elmondtam. Mert egy gyorsabb és rövidebb vagy, ezt látjuk és halljuk is, de nem is ezért, hanem azt akarom, hogy olyan sportot is szereted, ezért azt kell mondanom az ő vonatkozásában, hogy egy ilyen időn túli szabaddobás, nem? Nem akkor teszi, amit tenni kéne. Várjál, időn túli szabaddobásból még lehet gól? Még lehet belőle gól, hát legalább valamikor. Van még egy filmünk.